Rejtélyes lapokat osztanak egymásnak, amelyekből különböző stratégiák alkalmazása során lehet értékes pontokat szerezni, adott esetben viszont büntető pontok is gyűlhetnek. A Dériné Kulturális Központ idén 5. alkalommal rendezte meg a Rummy Cup táborát, hogy nyáron is közösségi élményt biztosítson azoknak, akik ennek az agykarbantartó játéknak az elkötelezettjei. A vendégek, a táborlakók az Akácliget fürdő területén kaptak szállást, a karcagi Rummy Cup tagjai pedig bejárósként vesznek részt a programokban. A tegnap este az érkezés, a boldog egymás üdvözlések után szalonnasütéssel kezdődött, természetesen a fürdőzést is igénybe vették a táborlakók. Ma itt a Sámándobban online játék kipróbálás, illetve a Rummy Cup játék gyakorlása, versenyre való előkészület a fő momentum. Karcagon 2018-ban alakult a Rummy Cup csoport, kezdetben 10 fővel, ma már több mint 30 tagja van a klubnak, amelynek célja a leginkább a rabló römihez hasonlító játék népszerűsítése. Táborban 38 táborlakó érkezett, a legtávolabbi település Balatonfüred, és nagyon örülünk neki, hogy végre nekik is sikerült eljutni hozzánk. Budapestről érkezett a táborlakók zöme, Kabáról érkeztek még, illetve Felső-Tárkány is képviselteti magát. Igazából, mikor 2018-ban mi bekapcsolódtunk a Rummy országos versenyekbe, akkor a kabaiakkal, a felsőtárkányiakkal és a budapestiekkel találkoztunk, a balatonfürediekkel kicsit később alakult ki a kapcsolat, de bízunk abban, hogy ez is majd kiteljesedik. A karcagiak közül 36-an jelennek meg a tábor különböző foglalkozásain. A Rummy Cupot egyszerre 2, 3 vagy 4 fő játszhatja. Ha a komoly logikai készséget igénylő, illetve azt fejlesztő játék ugyan nem vetekszik a sakk vagy a bridge népszerűségével, de a világ majdnem minden országában vannak követői. Sőt, 3 évente még világbajnokságot is rendeznek.